Nagyon hangos a játék. Így jó. Oké, tulajdonképpen így ébredtünk fel. Oké, nem paragsz, nem paragsz. Eléggé fasz a kocsival jöttünk, nem de? Ilyen ijesztő ez az egész. Várjunk csak. Ja jó, oké, semmi. Oké, ó. Merre vagyunk éppen? Igen. A balesetből bevertük a fejünket. Minél véletlen itt egy baleset. Egy egyenes úton, ami közvetlen egy házhoz vezet. Kicsit se furcsa. Egyébként a játék az olyan ijesztő. A leírás alapján, meg videók alapján. Forduljuk vissza! Ott már volt valaki. Tisztelem, de óta azt egyben, nem? Ott is így volt, azt hiszem. Az ablakban ott volt a csávó fent. Nagyon sötét van. Itt sem van zseblámpám. Inventory. Semmi nincsen. Oké, okay, kop, kop. Elpatkoltunk? Elpatkoltunk. Nagyon úgy látszik, hogy meghaltunk. Mi történik? Oké, töltés, töltés. Tulajdonképpen azt hiszem egy olyan házban játszódik az egész horror játék, ami ilyen nagyon sok baba van benne. És lehet, hogy ez hülye hangzik, de én félek a babáktól. Nem, csak hogyha valami mozgatja őket. Démoni rítus. Kíváncsi voltam erre a játékra tulajdonképpen. Steamen néztem. És nagyon jó értéke is kapott. Egy embertől. Nem, amúgy több ember volt, csak egy ember szólt hozzá. És tulajdonképpen azt mondta, hogy félmetes nagyon. Ijesztő. Esik majd az eső benne. Fúj majd a szél is. Tulajdonképpen a játéknak a sztori az annyi, hogy kocsival érkeztünk. Baleset történt. Pont a ház előtt. Minő véletlenség az egész. És tulajdonképpen be kellett jönni egy ilyen házba, ami azt hitte a cseh, hogy elhagyatott ház. De közben nem lesz az. Igen. Oké. Okay. Ja, és igen, Peternek hívnak minket. Ne. No. Tuti behúzta pinket. Tuti. Igen, tudtam. És itt a villámlás, mindjárt esik az eső is, hogy mondták a komment szekcióba. Nem, az eléggé világos. Azt mondták, hogy ott a babák. Aztán mindenit. Jaj, de hangos ez a játék. Hoppá, nyikorog a szék. Ez a démonok közöttből a szék amúgy. Ó, van lábam is. Ez igen. Tetszik. Ebbe tűvet tudom kinyitni. Nem akarok beleszólni, de... Ablakot nem lehet kinyitni és kiszökni a házból. Így, nagyon félelmetesek a helyek, a szobák, a minden. Így, jaj. Micsoda? A kulcs a library könyvtárban van. Igen, ehhez kell a kulcs. Oké, szupi. Akkor egy kulcsot kell eddig megtalálnunk. Ikorog meg minden. Tapéta is hiányzik. Valaki igénytelen. Oké, itt egy papír. Igen, hajtok. Oké. Valamennyit értettem belőle azt. Mi történt erre? Oké, van egy ilyen jegyzetfüzetünk is, ahol most ugyanazt el tudjuk olvasni, mint eddig. Erre nem lehet menni. Igen, nagyon sötét van. Megyünk a másik irányba? Így, mi volt ez, bazd meg?
Okay. Na, a sötétben nem tudtam menni tulajdonképpen. Oké, okay, D betű. Oké. Okay. Eléggé komoly. Oké. Okay. Oké, okay, már van lámpánk is. Vajon csak. Vajon egy szobát azért odébb vettünk. Akartam, ott egy láda. Nem lehet kinyitni. Egy kulcs, kulcs, kulcs. Oké, okay, evel tudunk átmászni. Ez nagyon fontos dolog. Igen. És ez még itt a... Itt a villámlás is. És ez még a... Másik szoba menet van. Így, te hogy néz ki a padló? Jó nagy ház egyébként. Itt nem megyünk le fel, ott nagyon sötét van. Ott van valami... Az mi? Nem tudom, valami világít. Oké, és a háznak a... Igen, a fények, igen. Jó, akkor tulajdonképpen lehet, hogy fénybe kell maradni. Sötét helyen nem szabad menni, úgy, mint a amnéziába. Hoppa, tehát elgurult a izé, ami szellem meglökte. Oké, ez be van zárva. Ami kell szerezni, hogy ki tudjuk nyitni. Nincs ebben semmi. Oké, okay, ez is. Ez befalaszták. Mi volt ez? Mi nem szellem járt a ház? Egész különös ez az egész. Nem gondoljátok? Itt van még egy papír. 1900-ban játszódik a játék. Szeptember 5, 1900. Így, akkor még jó horrorfilmek voltak. Oké. Okay. Egész egy... Különös ez. Ott egy papír. Valaki van a túladat. Játsz le! Let's play! Jó nagy lakat van rajta. Itt nem lehet átmenni? Akkor visszafele kell menni, a hang jön. Híte! Mi folyik itt a gyermekeim? Valaki sírottam bent. Aztá. Jó, semmi baj. Bátorodjunk fel. Ott egy hajó. Oké. Okay. Számítottam rá. Számítottam rá. Oké. Okay. Nagyon számítottam rá. Okay, ez is be van zárva itten. Ezt már lőtték volna a filmekbe. Ó, is papír volt benne, egy üres papír. Gyújtósnak jó lesz. Ja, de nem volt üres, haj, bocsánat. Ó, ez fürdőszoba. És ide kellett bejönni. El kell tolni. Oké. Okay. Minek kell eltolni? Ja, ma vágom, oké. Okay. Eléggé kemény. Vaj, ez fürdőszoba? Egy WC van, meg egy olyan. Azt hittem, komolyabb fürdőszoba van itten. Ami jön a villany. Ami jön a villany, jön a fürdőszoba is, ott a kulcs. WC-t le lehet húzni? Nem lehet. Mi lehetne? Meg... Nem tudok úgy belenézni lámpást, tudom úgy. Ó. Oké, okay. A körbe kell tartani a...
egeret, csak szépen alvatosan, alvatosan, Pajti, ez az. Akkor nem utat kell találni, hanem tulajdonképpen egy piszkavasat. Vedd vissza a lámpát. Kicsit sötétebb lett. Itt a kulcs, szerintem erre fel kell menni. Tudtam, tudtam. Be kellett volna így rúgni amúgy. Hát, srácok. Le vagy fel? Le vagy fel? Le vagy fel? Lefele szerintem nagyon ijesztő dolog, de a padláson meg ott volt a fickó ottan fent. Nem tudjuk melyik emeleten, melyik szobában, de ott volt fent. Hát nem tudom. Á, nem, alul nagyon sötét van, megyünk fel. Inkább a csávót lássuk meg. Eléggé komoly lakás amúgy. Hatalmas. Jó, akkor lefelé kell menni. Eléggé hatalmas ház. Szegény Pajti, pont ennél a ház előtt robbantál le. Én be nem jöttem. Hát igen, én be nem jöttem volna. Ez itt a konyha, szerintem. Jó, bocsánat, kétszer nyomtam meg a gombot. Így automatikusan elrakja amúgy. Azt vettem észre. Azt kell, hogy mondjam. Milyen hatalmas. Itt szoktak kajálni. Jó nagy hatalmas a szoba ez. Éppen valaki megtámadna, egy követ tudnám táncolni amúgy. Tudja az emény megcsinálva. Igen, és ez... Ez eléggé kemény. De mi vajon hány emeletes lehet ez a ház? Nem is figyeltem meg kintről. Hogy hány emelet magas. Ott a gyerek, látjátok? Ne. Nem vagy ijesztő? Hiába mondod. Nem vagy ijesztő. Ajaj, mamát mondta. Nagyon zavarva. Szeretek az átcsakot is. Állam bírta végig olvasni. Zsákutca, az is zsákutca. Ez megint egy konyha itten. Ezt most mit csináltam? Ezt mit csináltam? Ez démoni izé, felkeltés. Erre fognak jönni. Ezt mit csinálom amúgy? Ajaj. Most. Jó. Ajaj. Ez most nem kellett volna csinálni. Most tudják, hogy van itt valaki. Tudják, hogy valaki betört a házukba. Ajaj, T betű megint. Így, bazd meg, de beszaktam. Oké, csak szépen nyugodtan. Hallottátok, 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 hallottátok? Oké. Csak szépen nyugodtan. Higgadtak vagyunk. Mennyi izé van? Hogy hívják a helységekben, nem? Milyen hívják ezt a füstölőt? Kandalló. Tényleg. Mennyi kandalló van a játékban? Mennyi szobában van kandalló itten? Nem lehet ezt elvenni? Vagy a másik nálam van? Hát a... Le kéne ütni valakit? Íj, bazd meg! Az mi a kurva? Fasza! Íj! Ezt beszoptam rendesen. Ezt beszoptam rendesen. Zsák utcába jöttem. Csak nem jön be ide. Oké, lehetséges, hogy a... Igen.
Akkor amikor a lány megjelenik, akkor jön a anyukája is. És amikor meg nincsen ilyen félmetes zene, akkor meg eltűnik. Halló, halló, van itt valaki? Ott egy démoni kütyű. Jó, lehet, hogy elmentek. Ez az a helyiség, ahol voltam az előbb, nem? I remember this lamp. It contains a secret. Igen, ez ismerős lámpa. I think it works as a lever. Ilyen volt a démonok között egybe is, nem? Ajaj, hagyd abba. Itt volt valaki. Ajaj, ajaj, annyi baba van itten. Mi az Isten volt ez? Jó, még nem most kell menni. Jó. Okés. Akkor tulajdonképpen szekrényekbe el tudunk bújni. Itt voltunk bent, és itt jobbra volt a... Jó, itt volt a téglafal. Itt erre mi van? Ajaj. Hát itt nem megyünk be. Ajjaj, ajjaj. Mi ez a szoba? Behozták ide a homokot. Oké. De megijedtem. Jó, semmi. Gyerekek, ahogy jöttem itt errefele. Csak lefele néztem, de azt hittem ott talál valaki. A démoni szobába be kell menni ide. Ajjaj. Jó, nem kell bevenni, hála Istennek. Kéne hozni ide egy shotgun-t, azt így szétlőni. Eléggé furcsa lámpás amúgy. Olyan, de egy régi kávéfőző, nem? Tiszta olyan. Ó, el kell tolni, oké. Oké, el kellett itten tolni. Azért tudtam, hogy valami logika van itten. Így mi van ott? Ez mászik a falon? Ez mászik a falon, bazd meg. Úristen, ez mászott a falon. Mit csinál ez? Halljátok ti is? Ez mászott a falon. Eltűnt. Jó, amikor muzsika van, akkor futni kell erre egy tőzibuk, fencezni mindent kell csinálni, hogy emelküljek előle. Láttátok? Mászott a falon az öreg asszony. Ha jól láttam, a falon az volt, hogy rán, és azért futottam, mint az állat. Íííí, bogarak voltak rajta. Jó hosszú szöveg amúgy. Így, bazd meg. Mi ez te? Ó. Ez az öreg asszony. Vagytok így, ráközétek nektek. Látjátok? Meg kell találni neki a fotótnak a darabját. Tudja, eldugta valahol a házba. Ez is szeptember 14. Az előző papír, amit találtunk elsőnek, az nem is tudom még... szeptember 15 volt. 1900. Itt van, megvan. Ha belerakom a másik papír mellé, akkor itt a démoni megszállás lesz. Ó, itt van neki még egy darabka. Szupi, már kettőt találtam.
Elszabadult a pokol. Itt van még egy. Olyan hatalmas papírból áll az a picike papír. Jó, szerintem ennyi. Vagy te bőrönben nincsen? Jó, az ember kinyitni, oké. Okay. A tulajdonképpen nem lehet ezeket kinyitogatni. Azt a kurva bazd meg! Kinyitott az ajtó. Gyerek! A három darab gyerek, egy öregasszony és egy nő lakott ebbe a házba. A öregasszony az pedig felakasztotta magát. Mi azt hiszem a játék elején a legkisebbet láttuk, azt a kalaposat, a sapkás gyereket. Illetve szerintem most itt a folyosónál, aki beszélt hozzánk, ha jól láttam, mögöttünk ott volt, amikor mentünk egyenesen a falhoz, és akkor ott a jobb oldalány volt az. De nem biztos, nem bírtam megnézni, majd gyorsan spuriztam el onnan.